Tolnán születtem, ott jártam általános és középiskolába. Szeretetteljes, gondoskodó családban nőttem föl a húgommal együtt. A középiskola után a Pécsi Orvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 1977-ben végeztem. Ezt követően azonnal a Szekszárdi Kórház bőrgyógyászati osztályán kezdtem el dolgozni. 41 évig ott voltam. Az utolsó 24 évben osztályvezető, a bőrgyógyászati osztályon osztályvezető főorvosként tevékenykedtem. A 41 év alatt a szakirodalom folyamatos követése mellett rengeteget jártam külföldre, részt vettem bőrgyógyászati világkongresszuson, Sydney-től Párizsig. Az elmúlt 25-30 évben az összes európai bőrgyógyászati kongresszust megjártam, mindegyiken részt vettem. Ebben a 41 évben a szakma mellett azért voltak hobbijaim is, természetesen a zene az egyik ilyen. 30 évig hegedültem a Szekszárdi Kamarazenekarban, voltam egy ideig a Megyei Vöröskeresztnek az elnöke is, és nagyon sokat olvastam. Négy évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, de azért nem egészen így van, mert ugyan a kórházban már nem dolgozom, de a betegellátást folytattam, mert rendelek Tolnán, Pakson és Szekszárdon. A sok szabadidő az azért nekem sokat jelent, mert sokat többet tudok olvasni, és valami olyan dolog is van az életemben, amely eddig sosem volt, vagy sokkal kevesebb volt, hogy nagyon sokat mozgok. És erre most még nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ebben az életkorban, tehát 60 év felett álltam neki rendszeresen sportolni, mozogni, a nyugdíj mellett. A férjem mindenben támogatott, 47 éve vagyunk házasok, két nagy fiunk van, és négy és általános iskolás unokánk. Ha én végigmegyek a Szekszárdi utcán, akkor lépten nyomon rám köszönnek, üdvözölnek, ami nekem végtelenül jól esik, és ilyenkor mindig úgy érzem, hogy valahogy helyben vagyok, és talán itthon is vagyok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a végső kicsengése annak, hogy én most már 45 éve szekszárdi lakos is vagyok. Nagyon örültem neki, megmondom őszintén, most nem akarok szerénytelen lenni, de nem éreztem azt, hogy én ezt valami miatt is megérdemlem, ha csak azt nem, hogy 45 éve állok a betegek szolgálatában, hogyha nagy szavakat szeretnék mondani, akkor ezt mondanám talán. Tehát, hogy betegellátással foglalkozom, és hát amit lehet, azt hiszem egész életemben megtettem a betegekért.